Van benne kettő jó illat. Én nem is szenes, hanem szar. A vas szén. Valami nagyon erős illata van, és nem tetszik. Ezt tudom mondani, hogy mi? Jó. Hát, hogyha szén, akkor szén. Már nem vagyok ezen. Hát most lehet enyered meg egyébként. Szegít meg az enyém. Én műanyagi annak érzem, semmi sem. Sokat segítenem, hogyha nem öntenék mellé. Na, lehet. Ez jó volt. Ajaj. Az 9 centízve. Ajaj. Elkész. Ennyi bukta. Na, hát ez ennyi. Ezek a... milyen videók? Fél? Still life shit. Úgyhogy én most ezt már játékon kívül bukta. Ez az, amikor hülye vagy. De még lehet jó, azért mert ötszös. Azért, mert valami szar még lehet jó. Kemény. Ez a kemény. Nem a falát. Bocs. Nagyon komoly szenzori képességeink vannak. Ütelés után is. Hát én ebből még semmit nem. Igen, hogy elég meggyőző. Nem biztos, hogy ez rossz, csak nem ezt keresjük. Hát, most nem. A tiéd nem keserű. Majd de? Nem tudom, nagyon meleg. Ez egy nagyon forró. Jó, ez zaplak egyébként. De megint a tiédben van több minden. A föld is a tiédben van. Akkor az van, hogy a te recepted a jó kávékhoz, a normális kávékhoz, vagy a jó kávékhoz van kitalálva. Az én receptem meg a fospimperés. Jó, tehát a tiéd jóval savasabb. Vannak benne minőségi savak, és nem kifejezetten keserű a vége, de a savak is egyébként elkezdenek nagyon hamar szétesni. Le kell, hogy üljek, elnézést. Én magasabb leszek. Ez meg egy komplex kávé. Igen, egyébként ez az sokkal... édes. Igen. Benne vannak a savak. Mind ilyen karamelles, ilyen nugátos vonal. Kíváncsi vagyok, kipróbálom. Ezt nem mondhatjuk el nekik, hogy most mit csináltunk. Vagy már tudják? Nem. Jó. Tehát valószínűleg van egy komponensi a módszeremnek, ami talán megoldás, nem feltétlenül biztos. Nyilván hőfokváltozása, ugyanez a recept lehetne egy kicsi savasabb, és akkor talán kevésbé lenne kesennyes a vége. Bár most, hogy hűl... egész jó. Az túlzás. De ezt a kesernyéséget talán dárcsokletnek be tudnám mondani. Megkóstolod? Vagy behánysz? Igen, és igen. A tiéd inkább citrusos. Az van, hogy a tiéd nem tűnik el a rossz belőle. A tiédből. Tehát, hogy ugyanúgy ott van ez a nem jó. Ez egy fás, ez egy ilyen fás, szenes. Hú, ez rettenetes. De van benne egy jó is. Egyébként. Van. Tehát, hogy úgy van, hogy van benne valami érték. Nem sok, de van, de tényleg. És mellé jön ez nagyon kellemetlen, ez egy ilyen hangtartó. Faszén. Faszén, nem? De ez egy kicsit olyan. Ja. Mint a faszénnek a szaga, amikor meggyújtod egy kicsit, még amikor ráteszed azt a kis beszer is tőlük. Ez egy ilyen... nem, hát ilyen nincs benne. Vitted. Jóval savasabb a tiéd, tehát hogy
Nyilván, tehát hogy ez amiről beszéltünk a zenén, hogyha egy sötétebb kávéból kevesebbet oldasz ki, akkor az lesz a megoldás. Kettő között lenne valahol a megoldás. Aha. Mert ugye az enyém túl vékony, de sokkal melegebb még mindig, mint a tiéd. Uh-huh. Te hány fokon csinálod egyébként? 92. Én 91. De igen, tehát hogy valószínűleg, hogyha ez lenne egy kicsivel savasabb, ez még egy kicsi védésebb lenne, akkor nagyjából az lenne az, ami a legjobb opció lenne. Igen. Tehát most, ha saját receptem mennek, akkor nagyjából látom, hogy mind változtatni most. Uh-huh. Na, ez tök jó. Szerintem csak hőfokot. Mindent ugyanúgy csinálni, csak a hőfokon változtatni. És akkor nyilván kevesebbet oldani ki belőle. Úgyhogy nem tudom, hogy mindenki okult ebből, mi igen, a verseny után megbeszéljük, hogy egészen pontosan mit csináltunk és miért. Úgyis kávéfüggő lesz a dolog, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fognak pörkölni. Bízom benne, hogy a finom kávét fogjuk erősíteni ebben a versenyben, és hogy kevésbé lesz sötét és inkább lesz világos. És jól emlékeztem, ez egy brazil kávé, és egy honey process, ő lesz a versenykávé. Ebből kell művészkedni. Úgyhogy a augusztus 30-a után találkozunk, tehát augusztus 30, Aeropress Magyar Bajnokság, 5 kert. Mi ott leszünk? Sziasztok! Bros are brewing. Mármint, hogy ott is, nem csak itt, hanem érted? Akkor is. Na, ne kapcsold, ne!